mire megjelenik, van bennem egy egészséges utálat. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ma Vámos Miklós fogja elmondani, hogy számára mi volt, vagy mi a legnagyobb hiányosság. Vámos Miklósnak egyébként nemrég jelent meg legújabb regénye, Dunapest címmel. Az én igen nagy hiányosságom az egy tudáscsoport, mindjárt kifejtem, amelyet nem tanultam meg. Próbáltam, de nem sikerült. Mondom ezeket sorban. Az első, hogy ugyan 40 fölött jár az általam megírt könyvek száma, és akkor még nem beszéltünk filmekről, színdalagról, tehát nagyon terjedelmes az életművem, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam, és én soha nem tanultam meg gépelni. Ez borzasztó. Tehát én így gépelek mai napig. Mentségemre szóljon, hogy íráshoz nem kell gyorsabban. Tehát ugye én írok egy nap két flekket, tehát 1200-1500 karaktert, és minden fél mondatnál elmélázom. Tehát itt ez a tempó nem kell. De mégis, amikor valamit füzetbe írok, és be akarom másolni, nekem ez őrült szenvedés ez. És mindenkinek ajánlom, aki fiatal, hogy tanuljon meg gépelni. Az kell. Számítógépen akár. Na most a második ilyen nagy hiányosság, ami igazi fájdalmat okoz nekem, hogy nem tanultam meg zongorázni. Gyerekkoromban kicsit tanítottak, és ezelőtt, hogy 2-3 évvel elkezdtem újra zenei tanulmányokat folytatni. Gitáron az sikerült, tehát elég messze jutottam klasszikus gitározási tanulmányokba, mert ugye a rock and roll azon nagyon nem kell tudni. De akkor vettem egy zongorát, hogy na most jöjjön az. És abba beletört a bicskám. A bal kezem túl ügyetlen. Tehát én jobb kézzel bármit eljátszom a zongorán, meg külön ballal is. De az, hogy két kézen mást játszunk, ami elemi dolog egy zongoristánál, az nincs. És végezetül itt vannak a nyelvek. Én egyszer, már több mint 10 éve írtam egy könyvet, az ott a címe, hogy Márquez meg Gén. És annak kedvéért nekiugrottam tanulni spanyolul. Odáig eljutottam, hogy el tudtam olvasni spanyolul vastag könyveket, például a 100 év magányt, de beszélni nem tudok. És még ennél is elég élesebb fájdalom, ami már összefügg a Dunapest című regénnyel, hogy többször meg akartam tanulni héberül. Végül is bonyolultam bár, de a család zsidó felmenőkkel rendelkezik, és úgy éreztem, meg kéne tanulni. Sokáig úgy éreztem, hogy ki kéne menni hosszabb időre, a szocializmusban erre nem volt mód, később se nem adódott alkalom, hogy ott eltöltsek hónapokat, pedig volt ezzel kapcsolatos írói tervem is, de engem az, hogy egy könyvet a végén kell elkezdeni olvasni visszafele, olyan szédülésre késztett, hogy beletörött a bicskám. Ugye, amikor először próbáltam, nem volt magyar héber tankönyv, csak angol héber. Én meg még nem, ez még Amerika előtt volt, alig tudtam angolul. Szóval a héberbe is beletört a bicskám. De nem baj, még csak 70 éves vagyok. Tehát ezek azért nagy hiányosságaim, és nagyon sajnálom. Hát vannak jellemiek is, de talán most abban nem kezdek. Egyébként tud mondani valami klasszikus példát arra nézés, hogy miről maradt le ezen hiányosságoknak köszönhetően? Tehát hogyha... Igen? A héber nyelv hiánya miatt egy csomó mindent nem olvashattam el, olyasmiket, ami magyarul nincs is. Például egy időben az Abóvó nevű könyvkiadónak létrehozója, és igazán rövid ideig igazgatója voltam, és Amos Oz munkásságát akartuk kiadni. De hogy a fenébe dönti el az ember, hogy melyiket? És akkor én próbáltam angolul, franciául olvasni, hát ez olyan, mint a lábmosás zokniban. És sok más héber nyelvű könyv van, amit szívesen elolvasnék. Kezdjük ott, hogy vallásos szövegeket. Én vallástalan vagyok, de nagyon érdekelnek a vallások. És hát például kezdjük ott, hogy a Tórát, és még inkább a Talmudot, azt szívesen elolvasnám. Egyébként, ha már említi ezt a lassú gépelést, azt lehet tudni, hogy ilyen formán mondjuk egy Dunapest nagyságú könyv, az hány hét, hány hónap alatt készül el? Mert azért ez nem könnyíti meg magának az írásnak a mechanikus folyamatát. Nem, de ez ilyen olyan, mint amikor nézi az ember a kubikusokat, hogy ott ásnak, és akkor azt látja, hogy hát ezek elalszanak, olyan lassan csinálják. Bedöfi az ásot, ha be
megint. Igen, de ezt tudja 10 órán keresztül szünet nélkül. És a prózaírás is ilyen, hogy én egy nap 2-2,5 óránál több prózaírással nem tudok foglalkozni. Mert az alatt ugye eljutok, pláne most regényről beszélünk. A regény mindig akkor kell abba hagyni, mondta Hemingway, és tartom én, amikor még nagyon tudom, hogy írnám tovább. És akkor azt szoktam csinálni, hogy megírom ezt a két flekkemet, és alá odaírok esetleg két sort, hogy most itt majd mi következik, és a nagyon élénken él bennem. Most 2,5 óra alatt ez ugye másfél számítógépes oldal Word-ben. Hát 2 óra alatt azt 4-szer, 5-ször is le lehet írni, még ezzel a tempóval is. De tehát egy ilyen könyv válaszoljak a kérdésre, egy átlagos regény megírásához azért kell 2 év. Megírásához. De például a Dunapest 79-ben jutott eszembe, és azóta hordozom. Itt egy kicsi hozzájött, ott egy kicsi hozzájött. Na most nem mindig kell ilyen nagyon hosszú idő, ez véletlenül így alakul, de a gondolkodás tart sokáig, nem az írás. Mire én odaülök, addigra egyrészt felkészültem, tehát jegyzetek vannak, elolvastam a szükséges könyveket, kijegyzeteltem, gondolkoztam, már egy ilyen vastag dosszié van, akkor neki ülök megírni, akkor kell 1,5-2 év. És az van, hogy szokták mondani, hogy én milyen bődületesen termékeny vagyok. Nem, csak 18 évesen kezdtem. Uh-huh. Tehát sok ideje csinálom, lassan, mint a kubikusok. Ha már a Dunapestet említi, ha jól számolok, akkor ez 41 évig érlelődött önben. Kell valami érzelmi hajtóerő, egy kisülés, aminek köszönhetően az ember egyszer csak az egyik pillanatban azt mondja, hogy igen, most nekiállok, készen van, megéred bennem. Egy prózaírónak nem ihlet kell, hanem szorgalom. Ezt úgy szokták mondani a szakmában, hogy segg. És akkor én is így mondom. De én nekem minden nap eszembe jut egy könyvötlet. Azért nem mondom, hogy regény, mert ez van benne novella, nem is könyvötlet. Tehát valami prózai munka ötlete. És akkor azt föl se írom, mert annyi van. És meggyőződésem, hogy a jók azok nem felejtődnek el. Na, és akkor van egy ilyen raktáram, úgy kell elképzelni, mint a Tűzoltó utcai bútorbizományi áruházat, ha még megvan, ahol ilyen félkész, meg szétszedett fadarabok, meg mindenféle. Na, egyet kihozok a raktárból, befogom a satúba, nézegetem, tetszőlegesen egyet. És két feltétel kell, hogy nekiálljak, és gyártsak belőle egy stílbútort. Első feltétel, hogy beleszeressek, de igazi szerelemmel, tehát, hogy egy nőbe szoktunk. Ez most, és akkor érzem ezt a fölizzást, hogy hát ez jó lesz. De ez még nem elég. Kell egy másik dolog, hogy na jó, most már szerelmes vagyok bele, de vajon, ha én meg tudom írni, nem úgy, mint Tolstoy, nem úgy, mint Balzac, hanem úgy, mint én, akkor mi lesz? És nekem az kell, hogy azt elhiggyem, hogy akkor annak, aki elolvassa, vagy azoknak inkább, akik elolvassák, valami valahogyan, valamennyire jobb lesz. Ezt tudom, hogy gyerekes meggyőződés, de én már abban az életkor vagyok, hogy nem beszélek mellé. Nekem ez kell. Ha ezt nem tudom elhinni, kicsavarom a satúból, visszaviszem. Harmadnap kihozok egy másikat. És egyébként is nagyobb prózai munka után én nem írok prózát. Tehát most is például, ugye ez most jelent meg, az azt jelenti, hogy van 1,5 éve készült el. Voltak a korrektúrák, az nagyon gyötredelmes, meg szerkesztői húzavona, mert műgonddal próbálkozom, tehát nagyon sokszor javítgatom. Mire megjelenik, van bennem egy egészséges utálat a saját produkció. A könyv irányában? Igen, de aztán az elmúlik, tehát ez csak nem is mire megjelenik, mire úgy végleg leadom, és már nem tudok változtatni. Akkor azért most már. És soha megjelent könyvem ki se nyitom, nem csak azért, mert nyomdász voltam, és rögtön találok egy hibát a nyomdász szememmel, hanem azért, mert akkor az kész. Nekem már nincs. Előfordul néha, hogy film akar lenni belőle, hát akkor mégis kénytelenek belenézni, de nem szívesen teszem. Tudomásom szerint azért a Dunapest egy meglehetősen személyes történet. Ha valaki esetleg nem tudná, egy védett ház történetét mesélni el két idősik nyomán, és azon gondolkodtam, aztán lehet, hogy rossz helyen fogtatok, hogy azért az is kell szerintem ennek megírása, hogy az ember mindezt a saját családjának történetét is megfelelő helyre tudja elhelyezni, hogy ezt meg tudja írni. Szóval a múló idő több bátorságot ad az embernek?
Nem, sajnos, de annyiban helyesbítenék, hogy tehát ez két ház története, amelyek egybe vannak fordulva, tehát egybe, úgy is tervezték őket, az egyik 38, másik a 40. És a 38 az egy csillagos ház volt, a 40 az pedig egy svájci védettséget élvező. És ez, ennek fontos szerepe van a történetünkben. De ez nem az én családom, tehát ez fikció. Szóval nem kellett, hogy elteljen, nem tudom én, 41 év, hogy az ember egy picit ehhez a meglehetősen drámai, vagy traumatikus témához hozzá tudjon, merjen, akarjon nyúlni. De ahhoz, hogy merjen, ahhoz kellett ez a sok idő. Ez egy nagyon kínos és kényes téma Magyarországon, mindig az volt. Az én fiatal koromban az a szó, hogy zsidó, az a novellákból a cenzúra által általában kikerült. Fölkérték az embert, hogy húzza ki. Ugyanúgy, ahogy a hímvesszőt is ki kellett húzni, mert a Kádár rendszer nagyon prűd volt politikailag is, meg erotikailag is. Az én fiatal és gyerekkoromban idős zsidó nénik azt akarták mondani, hogy zsidó, akkor azt így mondták, hogy tudod, ő is egy visszafeleztették, hogy zsidó? Mert az ugye titok, az van nem jó, az van unfrankó. Na most akkor ugye kitört a szabadság Magyarországon, tehát a szocializmus végre összedőlt. Én erre hazajöttem Amerikából, tehát annyira örültem neki, mert egyébként azt hiszem máig ott laknék. És azt reméltem, hogy na jó, hát most aztán már nem lesznek ilyen antiszemita indulatok, amik voltak a szocializmusban, csak elfolytva titokban, kocsmában. Ha valaki mondott egy antiszemitát, így csinál. És akkor most az elmúlt években meg egyszerűen elharapózott ez a zsidózás, cigányozás, magyarozás, románozás, oroszozás. Ez engem nagyon bosszant, bánt. Nem azért, mert valamennyire érintett vagyok. Tehát én, hogyha cigányoznak, cigány vagyok. Így fejeznék meg, és így tovább. Tehát ez annyira bosszant és bánt, és annyira igazságtalannak érzem. És talán kifutunk az időből, de akkor is elmondom még, hogy írtam egy nagyon nehezen olvasható vastag történelmi regényt, azt a címe Hattyúk dala. Ez 2000 év története. És akkor abban elég jól ábrázolom azt, hogy a magyarok, ez a büszke nép elindult onnan Oroszország innenső csücskében, a kazárok mellől. Nagyon harcias, erős nép volt a kazár, szorították a magyarokat elfele. Úgyhogy a magyarok a lovon hátrafele nyilazva menekülés közben küzdöttek velük. De közben előttük is voltak népek. Azokon vagy átgázoltak, vagy kikerülték őket. Most azok vagy nomádok voltak, vagy már volt házikó, meg falucska, meg itten. Mit csináltak a magyarok? Akár így, akár úgy. A férfiakat vagy lekaszabolták, vagy rabszolgává tették, a nőket megerőszakolták. Aki túlélte, azt vitték magukkal, feleségnek. És ez így ment. Most föl tudnék sorolni 12 nemzetet, vagy népet inkább, amin így átgázoltunk, a Kuntól az Avarig, stb. Stb. Akit nem tudtak legyőzni, mint a hunokat, azt így kikerülték. Hát még azért volt hely. Most kérdezem én, mire megérkezett ez a nép az Etel közben. Etel közbe. Addigra milyen alapon volt magyar? Ha hozzászámítjuk ezt a sok-sok gyereket, akik születtek Besenyő, Kun, Avar, mit tudom, milyen népektől. Tehát az, hogy magyar, ez egy fikció, annál is inkább, mert addig akkoriban éppen egy türk nyelvet beszéltek ezek a mi drága hőseink. A magyar az egy konyhanyelv volt, amit csak úgy egymás közt. És akkor ez ma is így van. Most ezt ehelyett azt mondani, hogy magyar vagyok, helyesebb azt mondani, hogy én egy keverék vagyok, hiszen a keverékek szebbek, okosabbak, ügyesebbek, tovább élnek. Gondoljunk a keverék kutyákra. És ezt a mondani valót igazán szeretném, hogyha valahova el lehetne juttatni, de egyelőre úgy látom, hogy akik elolvassák a regényemet, tehát nagyon sok ilyen csodáló, meg dicsérő, elismerő véleményt kapok, de néhányan meg úgy bebeszólnak. Azok, akik mindig is beszoktak, tehát ez nem zavar engem, mint demokrata. De úgy érzem, hogy valahogy ezt a mondani valót lassan ez a nép tudomásul vehetné, és azoktól, akik már rég nem élnek, de elméletileg, akiket megöltünk, és többes számba teszem, avarok, kabarok, kunok, gepidák, longobárdok, mit tudom én, cigányok, zsidók, szerbek, horvátok, azoktól valakinek bocsánatot kéne kérni, szerintem. És hát a holokauszt áldozatoktól főleg, mert azok sokan vannak, de azok sem
mint zsidók. Tehát volt rengeteg cigány, akkor kommunista, mit tudom én, jehovista. És ezektől valaki kérjen bocsánatot, ez az én szerény kérésem. És mivel nem nagyon látom, hogy hallgatnának rám, ezért én bocsánatot kérek. És a regény elején így kimondva szerepel is. És ez a hevület van bennem. Hát, ha sok ember elolvassa, és azt mondják, hát talán tényleg bocsánatot kéne kérni. És én ezzel beérem. De ha jól értem, akkor elsősorban a téma miatt szólnak be önnek. Így fogalmazott a könyv kapcsán. Hát ez úgy van, hogy vannak beszólók. És ezt akkor mondom még egyszer. Ez úgy van, hogy vannak hivatásos beszólók, akik az én Facebook írói profilomon, most ugye oda áttevődött minden a honlapokról, rendszeresen valamit beszólnak. És néha antiszemita beszólások is vannak. Szokott rá válaszolni? Soha. Vagy szinte soha. Egyszer volt, hogy a kiadó, tehát nem én, hanem a kiadó, meg a Líra nevű könyvterjesztő, ahova tartozik az Ateneum kiadó, csinált egy ilyen évvégi kampányt, most is lesz mindjárt egy, és abban Koncz Zsuzsával egy páros plakáton álltunk, mert róla megjelent egy fényképes album, önéletrajzféle. És akkor az egyik ilyen kitett nagy alakú plakáton Mógen Dóvidot rajzoltak az ő arcára is, meg az enyémre is. És akkor a Facebookon én ezt megelégeltem, és hívtam egy bűvös kirohanást, hogy mégis hol élünk. Kezdjük ott, hogy Koncz Zsuzsa egy PI parasztlány, neki semmi köze a Mógen Dóvidhoz. De egyáltalán hol tartunk mi? És aki azt odarajzolta, annak üzenem, hogy képzelj el, hogy Auschwitzban csecsemőket dobtak élve a tűzbe. És ezek után is Mógen Dóvidozik? Na, az én kitételeimre, tehát ilyen Facebookos közleményeimre szoktak, ha nagyon sikeres, akkor úgy szokott lenni 500 vagy 1000 komment is. De egy átlagosra százak. Na most itt 6000 komment érkezett egy pillanat alatt, két nap alatt. Én ezt nem vettem észre, csak szólt valaki, és végignéztem. És voltak, akik, mert én írtam, hogy hát például az én atyai családomtól megfosztott engem a holokauszt, ugye csak apám maradt, meg egy bátyja, aki még a holokauszt előtt Londonba elmenekült. És hogy erre gondoljanak, akik erre azt írják. Nagyon érdekes, ha az egész atyai családot kiirdották, akkor ön hogy született meg? Mikor a mondatomban ott volt, hogy hát apám, ugye apám munkaszolgálatból az a ballagot, derekas sét a Tambovból, Őrkény István is ott volt rab, de nem ismerték egymást, én Őrkénnyel jobban voltam megkérdeztem. Na, vagy egy másik azt írta, ha az én arcomra odarajzolnának egy keresztet, én nem lennék megsértve. Tényleg? Ha a portréjára egy keresztet rajzolnának, mint a Ku Klux Klan, akkor ő nem lenne megsértve? Szóval ilyenek vannak. Na most az az érdekes, és ezt mindenképp el akarom mondani, hogy volt 6000 komment, és a 6000-ből volt mondjuk 100 ilyen ellenséges. És a 100-ból 90, hát én találomra néhányat megnéztem, az troll volt. Tehát nem volt a profilján semmi. Tehát vagy robot, amit beállítottak, hogy szóljon be, ami történik, vagy gonosz ember, aki valamilyen ostobaságból tőlem védelmezi a fennálló rendszert, pedig azt tőlem fölösleges védelmezni, mert én egy igazán szelíd ember vagyok. Tehát itt tartunk most, és kénytelen vagyok megállapítani, hogy a most uralmon lévők felelőssége ebben azért fennáll, mert csitítani kéne az indulatokat, nem gerjeszteni. Hát, ha majd a Budapest című könyv egy kicsit belátásra és megbocsátásra készteti az embereket és azokat. Köszönöm, hogy láttuk, hallottuk. Vámos Miklós, köszönöm.